Társadalmi vitát indítana a kormány a zéró tolerancia fellazításáról. Az autóvezetéssel kapcsolatos alkoholfogyasztási szabályok enyhítésének ötletét Nagy István agrárminiszter vetette fel. A híradónknak nyilatkozó közlekedési szakértő úgy látja, hogy csak akkor lehetne engedményeket tenni, ha a szankciók is szigorúbbak lennének. Megvettük a bort, beültünk a kocsiba, elindultunk hazafelé. Volt egy S-kanyar, belementem. Ripityára tört autó és tönkrement emberéletek a következményei annak a balesetnek, ami 3 évvel ezelőtt történt Kaposváron. Az átbulizott éjszaka után Tamás ittasan ült a volán mögé. A börtönben rabruhában mesélt arról a bizonyos estéről egy rendőrségi figyelemfelhívó videóban. Édesöcsém, az anyósülés mögött ült, 20 éves volt. 4 év 3 hónap szabadságvesztésre ítéltek. A bátyámnak gerincműtéte lett, a sógoromnak nyakcsigolyája eltört, válla, a másik sógorom az meg lebírnott égtől lefelé. Idén augusztusig 899 balesetet okoztak az ittas sofőrök. Nagy István agrárminiszter ugyanakkor vitára bocsájtaná a kérdést, a Vörösbor Napok Villányban című rendezvényen felvetette, szeretnének párbeszédet indítani a jövőben a zéró tolerancia esetleges fellazításával kapcsolatban. A részletekről érdeklődött híradónk, de nem kaptunk választ a tárcától. Egy sört az ember még nem hülye, nem, már elnézést a kifejezésre, így van, nem. Szóval attól még nem buta, nem butul el az agya. Nem úgy, mint mondjuk, megiszik 4-5 üveg sört, egy fél deci vegyes, vagy akár egy rumot. Míg volt, aki egyetértett a szabályok esetleges lazításával, a híradónknak nyilatkozó emberek többsége támogatta a zéró toleranciát. Én nem nézném el az egy pohárt, mert én ismerem, hogy akkor a rugalmasság okán ebből több is lesz. Kicsit bátrabban vezetnek olyankor az emberek, szerintem felelőtlenebbek. Ez biztos. A térképen pirossal jelölt országokban csak úgy, mint Magyarországon nem lehet alkoholt fogyasztani vezetésnél. Ugyanakkor például Németországban, Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban 0,5% véralkohol szintig még nem jár büntetés. Nagy-Britanniában a leginkább megengedőek az előírások, a Szigetországban ugyanis csak 0,8%-os véralkohol szint felett büntetnek. Mindenképpen hozzá kell rendelni, azt gondolom, legalább kampányszerűen valamilyen ellenőrzéseket, ahol az autósok szembesülnek azzal, hogy kaptak egy nagyobb szabadságfokot, de azzal élni és nem visszaélni van lehetőség. A közlekedési szakértő szerint csak úgy lehetne lazítani a szabályokon, ha több rendőrségi ellenőrzés lenne, és ha szigorítanák a szankciórendszert is.